Sziasztok, szép öröget kívánok mindenkinek! Ez itt a Zsolt & Zsolt Spirit péntek reggeli magvas gondolatok sorozata. És elérkezett egy nagyon különleges nap, október utolsó pénteki adása. Úgyhogy mindjárt megvárom, hogy összehozzon bennünket a fész, megkapjátok a jelzéseket, és már kezdjük is a programot. Jó kis kávé reggel veletek! Jó kis gondolatokkal, beállítom a kamerát egy picit, ez lesz. Szuper! Szóval jó reggelt, vágjunk bele a programba. Elkezdtünk egy sorozatot, három héttel ezelőtt, ami nem másról szól, mint az elakadásról. És itt van a sorozat következő része, a negyedik rész, amikor folytatjuk azokat a tüneteket, érzeteket, megjelenéseket, amik az elakadásra kapcsolatban kijönnek, és hogy mit kell velük csinálni. Jó? Ezt kezdtük el. Ha esetleg nem láttad volna az előző részeket, szeretném hozzátenni, hogy nyugi. Nyugi, az elakadás része az életnek, azt kell, hogy mondjam, hogy egy normális folyamat, hiszen időről időre valamiért elakadunk. Az egy más kérdés, hogy érdemes tovább mennünk, és érdemes ebből valami jót kihoznunk, ezeket a helyzeteket, tüneteket jól kell kezelni, és működtetni kell jól. Most közel lapozok egyet, hogy lássam, miket írtok. Aha, nagyszerű. Oké. Okay. Szóval, légy szíves, nyomj nekem egy egyest. Nézzük kicsit, hogy ki mit hallott az elmúlt három hétből. Hogyha legalább egy olyan gondolatot hallottál, ami kifejezetten segített abba, hogy rágyere arra, hogy esetleg, hoppá, kicsit elakadtam, egy kicsit megtorpantam, ez most minden vagy részben, amit hallottam, igaz rám. Jó, nyom nekem egy egyest, és nyom az egyest. Miközben tartottam ezeket az előadásokat, meg tartom a mostanit is, ezért bebe villannak képek, és az ember bizony-bizony időről időre elakad. Jó? Nézzük a mait. A mai téma 3 plusz 1, tehát 3 plusz 1 megközelítést hoztam, ami igazán tud segíteni. Az egyik az, hogy elakadás azért is lehet, mert úgy érzed, hogy kicsit a jövőbe vetett hited megingott. Én szépen mondtam, ugye? Amikor úgy érzed, hogy hát most, hogy minden összeesült ellenem. Nyom nekem egy 2-es, légy szíves, hogy voltál valaha így. Szerintem mindannyiunk előfordul. Hogy úgy érzed, hogy valahogy ez most nem a te köröd. Valahogy ez most nem a te időd. Most úgy minden ellened van. Most, hogy egyszer a környezet olyan, most akkor a történések, akkor a hírek olyanok. Minden a környékeden, hogy kicsit úgy elvesztetted a jövőbe vetett hitedet. És ez benne van. Ez benne van. Ugyanakkor fontos tudni, hogy amikor negatív gondolatok jönnek, mert ez egy elég erős negatív hatás, ha negatív gondolatok jönnek, akkor nagyon érdekes hatások indulnak el testileg, lelkileg, szellemileg bennünk. Az egyik például, hogy hát lehet, hogy ez, amit csinálok, lehet az, hogy én kitörjek, lehet a céljaim, nem is igazán nekem valók, én nem az a típus vagyok. Vezethet testi tünetekhez, fáradtsághoz, vezetett lelki tünetekhez, lehangoltság, letargia, melankólia. Nagyon sokféle hatása lehet. Érted? Az helyzet, hogyha az emberek tudnák, hogy milyen hatása van a gondolataiknak, soha, de soha nem gondolnának negatívra. Semmire. Ugyanis teremtő erejük van. Mit lehet ilyenkor csinálni, amikor ilyened van, hogy Hát, úgy elveszett a jövőtet hitemet. Hát nézd, törekedj arra, hogy pozitív dolgokkal vedd körbe magad. Ettől negatív dolgok nem fognak eltűnni, de a pozitív dolgokkal ellensúlyozni tudod, akkor hamarabb túl lehet esni rajta. És törekedj arra, hogy a pozitív dolgokra fókuszálsz. Nézzetek, most egy nagyon emberpróbáló világban élünk. Nagyon olyan helyzet van, amikor hát az ember néha vakarja a fejét, hogy a csodába is, ez úgy jól összejött.
De ettől nem lesz könnyebb. Ettől nem lesz könnyebb. Ha sopánkodunk, az nem oldott meg semmit. Kérlek, technika, vedd magad körre pozitív dolgokkal, fókuszálj pozitív dolgokra. Pozitív emberek, pozitív könyvek, pozitív videók, történések, zenék, érzetek, és törekedj arra, hogy erre fókuszálsz. Jó? Nyomj egy hármast, ha volt már olyan életedben, hogy valami negatívum ért, de mellette volt pozitívum, és arra kezdtél figyelni, és szép lassan túlmentél rajta. És a pozitív gondolat, amikor jönnek, amikor pozitívra fókuszálsz, ez lehet egy érzet még egyszer, lehet egy, nem kell egy nagy dolog, csak egy pozitív töltés számodra, ami úgy belül a szívednek, lelkednek jól esik, egy pozitív megerősítés. Akkor hogy hamarabb túl tudtál lenni rajta. Ha nyomd egy hármast, amikor jött az érzet, és de jó, jobban le tudtad, hamarabb le tudtad rázni magadról azt a negatívumot. Jó? Nyomd egy hármast, hogy így érzed. Vagy voltál már így. Nézzük a következőt. Erről már beszéltünk, de ismét előveszem. Amikor átléped vagy túlléped a komfortzónádat, eléred a kapacitás határodat, az is okozhat olyan érzés, hogy megragadtál. Majd azt mondta, hogy tedd fel a kezed, nyom nekem egy, hányasnál tartunk, segítsünk, nyom nekem egy négyest, nyom egy négyest, hogyha voltál már úgy, hogy csináltál valamit, valamilyen tevékenységet, tanultál valamit, fizikális tevékenység volt, projekt volt, segítés volt, bármilyen dolog, amit elkezdtél csinálni, és úgy elérted a határát. És elérted a határát, és úgy érezted, hogy úgy, na most mi a következő? És nyomkor négyeseket. Teljesen normális dolog. Elérsz mondjuk egy üzleti szintet, egy üzleti rangot, egy bevételszintet, egy sikerszintet, megszerzel egy papírt, egy bármilyen végzettséget elérsz. Van valami, és azt mondod, hogy oké, elértem a határa. Vagy kinövöd a képességeidet, vagy nem fejleszted magad valamiért, és elérsz ismét egy határa, amikor úgy érzed, hogy oké, most hogyan tovább. Nyom egy négyest, ha voltál már, így nyomkor négyeseket. Teljesen normális dolog. Mit lehet ilyenkor csinálni? Erről is beszéltünk már, Tovább mész. Keresen azon a területen valami új tanulnivalót, valami új tudnivalót, keresen az üzleti területen egy újabb szintet, azon a bevételi szinten egy újabb bevételi szintet, azon a segítési szinten egy következőt, amit el lehet érni. Gyakorlatilag tágítod a kialakult komfortzónádat. Én elkötelezett híve vagyok az élet hosszig való tanulásnak. Tudom, hogy sokan vagytok így. Nyomd egy ötöst, ha te is így vagy ezzel, hogy rájöttél már, hogy kell és muszáj tanulni, és mennyire jó tud lenni nagyon sokféle módon számunkra, hogy tanulunk. Ez egy folyamatos komfortzóna bővítés. Tehát te folyamatosan tanulsz, tágítod a komfortzónádat, az is tud abban segít, hogy ne akadj el. Jó? Ez volt a kettes tünet. Nézzük a hármast. A hármas egy nagyon érdekes rész, erről órákat lehetne beszélni, az összes előzőről mellesleg. Ez kicsit a kiégés, kifáradás. Nyom létszeres egy hatost, ha jártál már úgy, hogy belefáradtál valamibe, amikor úgy érezted, hogy úgy tényleg elfáradtam, úgy elég volt. Amikor elértél valamit, és úgy belefáradtan, úgy beleültél. És ez van. Jó, ez a kiégés, kifáradás szerintem a mai társadalom emberének egy nagyon-nagyon általános, sajnos általános problémája. Úgyhogy gondolom, te is nyomtad a hatost, ez is előfordul. Nézzünk rá, óriási teher van a vállunkon. Rengeteg olyan dolog ér bennünket, amit nem könnyű cipelni. Ráteszünk a vállunkra, mindenki atlasz játszik, tudod, viszi magával a földgolyót. Nem véletlen, de óriási a teher rajtunk. Ezért fontos az, hogy találjunk olyan plusz tevékenységet, ami valahogy kicsit lelkileg frissen tart bennünket, kicsit lelkileg tovább segít, hogy arra tudjunk figyelni, hogy ezt a terhet könnyebben tudjuk vinni.
Előbb beszéltünk a támogató környezetről, előbb beszéltünk azokról a pozitív dolgokról, amik körülvesznek bennünket, hogy segítsék a terhe elviselését. Én tudom, hogyha jó célok vannak, akkor a terhek elviselése sokkal könnyebb. Tudom, hogyha jó társaság lesz körül, akkor sokkal könnyebb. Ha van kivel megbeszélni, nem egymásnak panaszkodni, nem ugye erről beszélek, tudod? Első dologat tudnánk, hogy milyen ereje van a negatív gondolatoknak, jó? Meg a pozitívoknak. Figyeljünk a pozitív dolgokra. És a terv könnyebben elviselhető. Ezért vagyok elkötelezett híve a csapatmunkának, mert a csapat egymást tudja erősíteni. És a terhet akár meg tudják osztani. Jó? Nyom nekem egy hetest, ha voltál már így. Hogy csoportosan sikerült. Jobban sikerült. És ezt a hármat hoztam mára. Még egyszer, az elakadás része az életnek. Ugyanakkor az is része, hogy sokkal többre vagyunk hivatottak. Sokkal több olyan dolgot el tudunk érni, mint amit gondolnánk az elején. Főleg, ha olyan tevékenységben vagyunk, ahol csoportosan, csapatban tudunk együttműködni, rendkívül messze tud vinni. És eljönnek azok a tünetek, hogy túl nagy a teher rajtad, hogy úgy érzed, hogy kinőtted a határaidat, hogy úgy érzed, hogy kicsit elvesztett a jövőbe tett hitedet, egy jó környezet, egy jó társaság, a pozitív gondolatok rengeteget tudnak segíteni. Úgyhogy van megoldás. Nyugi, van megoldás. Bementünk eddig úgymond a problémákba, jövő héten elkezdünk kifejezetten a megoldásokkal foglalkozni. Mélyen hiszek abban, hogy az ember rengeteg dolgot el tud érni, és mindannyiunkban, benned és bennem és a többiekben is megvan az a szikra, ami ahhoz kell, hogy igazán fel tudjunk virágozni. Úgyhogy jövő héten ezekbe fogunk belemerülni. A következő hetekben kifejezetten ilyen technikákat, gyakorlatokat fogunk nézni, amik ebben tudnak segíteni, hogyha elakadsz, hogy eled megfelelő gyorsasággal, megfelelő tempóval, belátható időn belül eredményesen kijönni belőle, és felvirágozni. Ez vár ránk a következő heteken. Örök, hogy velem töltöttétek ezt a klassz reggelt, csodaszép hétvégét kívánok, nem sokára találkozunk. Sziasztok!